A kijárási korlátozások éppen akkor kezdődtek, mikor a banda nekilátott volna a legújabb munkáihoz, így azokra már nem volt lehetőségük. Ezért találták ki a tagok a karanténklipet, amit mindenki a saját otthonában készített. Az Álmatlan című számunkhoz Pesten csináltunk volna videoklipet, el is kezdődtek évelején a szervezések, hogy hol legyen a helyszín, mikor lenne jó az időpont, mert azért öt embernek összehozni egy időpontot, plusz hogy még a stábnak is hogy legyen, ez nem egy egyszerű dolog is, mire Végre összejött volna minden, addigra a helyzet, ezért úgy voltunk vele, hogy hát ha már nem tudunk csinálni egy rendes klipet hozzá, akkor úgyis megy a divatja ennek a karanténos videóknak, akkor csináljunk hozzá egy karanténos videóklipet. A bandatagoktól azt is megtudtuk, hogy hasznosan telt számukra az otthon töltött idő, hiszen két új számot is készítettek a veszélyhelyzet alatt. Messengeren, Facebookon tartottuk a kapcsolatot, ugye a főbb zenei alapokat, azokat én szoktam így behozni a többieknek, megmutatom, hogy na srácok, ez így oké, és hogyha mindenkinek oké, és akkor utána elkezdjük építeni így zenekar terén, és így emiatt már kettő ilyen demo felvétel pluszba is van, ami a következő ilyen kis lemezünkön lesz. A fiúk betartották a vírus helyzet miatt hozott rendeleteket, így a próbáikat is elhalasztották. Az enyhítések miatt azonban abban bíznak, hogy a nyár végén újra koncertezhetnek.